Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il y tournera, que vont s'entendre, pour plaisir, sont les combats. A zárt közszínházi és koncerttermekben folyó produkciók után a szabadtérben színpad nélkül nagyon más előadni. Azonban ennek is megvan a maga varázsa, egyedi hangulata. Tudtuk meg Györfi Anna színművésztől, aki évek óta közösen járja az országot Kérmendi Tamás harmonika művésszel. Az ilyen szabadtéri előadásokra épp azért nagyon érdekes eljönni, mert nem csak az a közönség jön, aki direkt azt a programot választotta, hanem a járókelők is, és ott is le tudjuk szűrni, hogy hány járókelő áll meg, hányat érdekel. És van, amikor egész sok, akár több száz is összeverődik itt a színháztéri programokon, azért ez gyakran előfordul. Úgyhogy én nagyon élvezem ezeket, mindig alkalmazkodni kell, mert például most azt hittem, hogy itt a színháztéren lesz színpad, de nincs, úgyhogy kár volt tűsarkút cipőt hoznom, mert nehezen fogok megállni ezeken a macskaköveken, de mindig alkalmazkodunk a helyszínhez természetesen. Ez már a harmadik közös fellépése a Zenemustra sorozat alkalmával Györfi Annának, Szélpál Szilveszternek és Kémendi Tamásnak. A repertoár megválasztása során mindenki a saját kedvére valót hozta. Igyekeztünk populáris maradni, mindenki hozta, amit ő szeretett volna, igyekeztünk volna egy sokrétű produkciót, azt hiszem 4-5 nyelven is énekelnek az énekesek a mai nap folyamán. Úgyhogy én kifejezetten szeretem ezeket a mindent beleprodukciókat, hogy amit otthon találunk, azt belevágtuk, és így szerintem egy nagyon-nagyon érdekes crossover produkció tud lenni. A csapat harmadik tagja Szélpál Szilveszter, a Szegedi Színház operaénekese. A zeneszünetre most kapott először felkérést a Filharmónia Magyarországtól. Korábban a Kodály Központban volt alkalmam szerepelni egy Lucrezia Borgia előadásában a MIPA szervezésében, illetve voltam a Kodály Központban lemezfelvételen is, Vashegyi György csapatában, úgyhogy ez már a harmadik ilyen alkalom, hogy Pécsre jöhettem, de a Filharmónia szervezésében most először, és ez valami fantasztikus ezt látnom, hogy mit nem képes szervezni egy Filharmónia Magyarország itt ebbe a városba, tehát ahova lépek, ott komoly zenébe botlik az ember, és mindezt olyan módon, hogy azt tényleg a hétköznapi ember is könnyen fogyassza. A szabadtér az mindig egy kicsit nehezíti a körülményeket, mert nehezebben halljuk egymást, más módon reagál a közönség is, tehát ez egy plusz nehezítő tényező, de úgy gondolom, hogy mindhárman nagyon-nagyon jól összecsiszolódtunk ez a rövid idő alatt is, és már félszavakból is értjük egymást, és egy-egy levegővételből már tudjuk, hogy mit fog csinálni a másik, tehát ez a fajta egymásra figyelés, ez nagyszerűen működött egymás között. Rendes próbákat tartottunk mi ahhoz, hogy ez egy ilyen komplett műsor lehessen. Természetesen mindenkinek a szólói azok egyénileg mentek, de hát ugye ott is a harmonikással nekünk össze kellett próbálni, hogy mik az elképzelések, hangnemek, stb. És hát a próbák során azért kialakult az a fajta egymásra hangolódás, ami szükséges egy ilyen előadáshoz. Örökzöld magyar slágerek, híres operett részletek csendültek fel 40 percen át a Színháztéren Pécsen. Mint megtudtuk, a könnyedebb hangvételű operettek énekléséhez is ugyanolyan hangkészlettel kell rendelkezni egy énekesnek, mint a nehezebb hangvételű operákhoz. Nagyon sok esetben az operettekhez is pontosan legalább ugyanolyan operai hangképzés szükséges, mint az operáknál, úgyhogy ilyen szempontból technikailag tudni kell mindkettőt. Az operett olyan szempontból áll hozzám közel, hogy a Szegedi Nemzeti Színházban az első főszerepem az egy operettben volt lehetséges. Huszka Jenő Bob Herceg című operettjében lehettem a főszereplő, címszereplő. Tehát innentől kezdve meghatározó számomra ez a műfaj, és hát a közönség mindig sokkal hálásabb, hogyha operett is előkerül egy-egy műsorban, mint hogyha csak operát hallanak. Természetesen azt is értékelik, de valahogy mindig az a benyomásom, hogy az operett azt könnyebben megértik, és könnyebben szeretik. Ez a trió igencsak nagy sikert aratott a pécsi közönség járókelők előtt a Filharmónia Magyarország szervezésében zajló Zeneszüret Fesztiválon, a Zenemustra produkció sorozatban. A Vallomás harmonikával, dallal című előadással három népszerű művész ejtette bűvöletébe a pécsi járókelőket a színháztéren. Nem csallak meg senkivel se én, csak avval, aki erre megfelel. Magad is.
helyes ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy önöket pont úgy hallja, mint a trójait való. Maga tárad, nem vagy város, maga csal vagy csalható, maga házastárs vagy társasházban ad legyen.